Nagyon sajnálom, hogy elmarad a miskolci polgármester jelöltek vitája. Néhány héttel ezelőtt kerestek meg a Partizántól, hogy szervezzenek egy vitát a miskolci polgármester jelölteknek, az EP lista vezetők vitájához hasonlóan. Természetesen igen mondtam a felkérésre, aztán néhány nappal ezelőtt kaptam egy hírt, hogy mind dr. Barkai László, mind pedig Tóth Szántai József visszalépett a vitától, ezért a vita elmarad. Alapvetően azon már nem is csodálkozom, hogy a Fidesz jelöltje lemondta a vitát, hiszen láthattuk az EP lista vezetők vitáját is, ahol ugye csak két ember, Dolcs Tamás és Magyar Péter nem ment el. Azonban azon már sokkal inkább, hogy a balliberális jelölt is visszalépett a vitától, hiszen a balliberálisok mindig a demokráciáról, a viták fontosságáról beszélnek. És azt is el kell mondanom, hogy bizony lett volna, miről beszélnünk, hiszen Tóth Szántai József annak a kormánypárti a jelöltje tulajdonképpen, amelyiknek a miniszterelnöke betiltotta a Magyar Gárdát, bevezették az egyenruhás bűnözés fogalmát, miközben Tóth Szántai József itt a kampányba egyenruhába öltözött testkamerával ellátott emberekkel sétál a városban. De azt is elmondhatjuk, hogy az elmúlt 14 évben a város közbiztonsági beszámolóját minden egyes alkalommal elfogadták a Fidesz-KDNP képviselői, zárjában jegyzem meg, hogy a balliberálisokkal együtt. Vagy azt is elmondhatnánk, hogy nem fogadták meg, és nem fogadják meg a mai napig azt a javaslatomat, hogy ne lehessen a lakcímkártyát fás kamrákba kiadni, és ezáltal megakadályozhatnánk azt, hogy a város lyukóvölgyesedjen. Lehet volna miről beszélnünk dr. Barkai Lászlóval is, hiszen mostanában egyre inkább beszél az egészségügynek a helyzetéről, a kórház összevonásokról, csak egy valamit felejt elmondani, hogy bizony az első kórház összevonás Miskolcon 2007-ben indult, méghozzá itt Diósgyőrben, a Diósgyőri kórház összevonásával, leépítésével. És akkor bizony szocialista kormányunk volt, szocialista városvezetéssel, tehát az őt támogató MSZP-DK vezetési időszakában már elindult a kórház összevonás, amit egyébként a Fidesz folytatott, tehát jól látszik, hogy ebben a egészségügyi témában nincs különbség a balliberális oldal és a Fidesz között. És ezt követően már csak egy igazi kérdésem van a két polgármester jelölt társamhoz, mégpedig az, hogyha félnek egy ilyen vitától, hogyha azt gondolják, hogy nem képesek egy ilyen vitában nyerni, akkor hogyan gondolják azt, hogy el fognak tudni elvezetni egy várost?